A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Elindult a 101. magyar ügető derbi, és már van is hibázó lovunk méghozzá, Trapoly, aki kiszárhoz és ságájjal, és Time to Say Goodbye-nak ezúttal is egészen gyengén sikerül a startja, de nem azért olyan rettenetesen rossz, ebből még lehet valami. Trencsén viszont nagyon jól jött el, és ő vezet az indítás után az első kanyarban. Trencsén mögött azon nagyon jól együtt a favoritok, ott van többek között Tónyó, nagy esélyes a másik pozícióban, mellette viszont úgy látom Tornádó Kol megy föl. Ott van Trafibax a harmadik helyen, Titán Villa negyedik, Time to Say Goodbye-jal zárkoznak, Torgoma további során, amikor bejönnek a lovak az első egyenesbe, Topaz Lady zárja egyelőre a sort. Az élen semmi változást, Trencsén Gorán zónáival továbbra is vezet mögötte Tónyó egyelőre. Kicsit olyan nyugodtnak tűnik a derbi, mint a túl nyugodt is lenne, nem túl erős a tempó, amikor a másik körre fordulnak a lovak, érdekel egy nagy biztatást a hajtó. Trencsén még mindig vezet, Trencsén az első mellett, ott van Tónyó, mögötte Tónyó, nagyon magabiztosan jön Tornádókól. Ők hárman vannak az élen, hátulról Titán Vilfazekassal zárkózik. 1100 méterre még hátra, 101. magyar ügető derbi, és úgy tűnik, ez némiképp talán taktikai verseny lesz. Trencsén vezet tovább, és Gorán zónaival mellett ott van Tornádó Kolt. Trencsén, Tornádó Kolt a favorit, ott van Tónyó harmadik helyen, de a másik kedvenc is nagyon közel, Fazek a Simirével, Titán Villa a negyedik pozícióban, aztán Trafipat és Time to Say Goodbye szíde, és most már feltűnnek egyértelműen az élmezőimben Torkom és Topáz Lady egyelőre a sor végén. A túlsó oldalra fordul a mezőny, egy picit talán fokozza most már a tempót Trencsén. Trencsén, Tornádó Kolt, Tónyóra most ez egy kicsit levegő jutott, és Tónyót elindíthatja, talán Kolozsi László mögött a 3-4 hosszal, csak Titán Villa, illetve Time to Say Goodbye a 3 favorit a harmadik, negyedik, ötödik pozícióban, megy visszafelé Trafipax, talán próbál elindul a sor végéről, majd Topáz Lady, én az utolsó 700 méter, és az élen Trencsén eddig bírta talán Tornádó Kolt, Tónyó négyen fejfej mellett, ott van Titán Villa, és ott van Time to Say Goodbye. Teljesen nyílt a 101. magyar ügetőderdő 2015-ben, hölgyeim és uraim, Trencsén továbbra is vezet, hát ebből bármi lehet. Trencsén vezet, nagyon kívül kell jönnie egyelőre Titán Villának, nézze mi a helyzet Tónyóval, Tónyó elindul, mint egy őrült, de ott van mögötte, Time to Say Goodbye, jön a favorit, jön Tónyó, de indul, Time to Say Goodbye, Tónyó nagyon-nagyon jól jön 200-al a végelőtt, teljesen más a taktika, Kolozsi László megpróbált egy új taktikát, és ez bejön, Tónyó meg fogja nyerni a 101. magyar ügető derbit, Time to Say Goodbye lehet a második, Tónyó nyeri a versenyt Kolozsi Lászlóval, Kulik Farm, Kulik győzelem, Tónyó és Kolozsi a derbi elő, Time to Say Goodbye a második, és Tornádó Kol lesz a harmadik. Jól futnak a favoritok, Tónyó és Kolozsi László a csúcsra ér. Sportosat. Híradónk vendégei Kolozsi László 2014 ügetőidőmár sampionja, valamint Kulik Ferenc tenyésztő tulajdonos. Az előbb látott derbi győztes ló hajtójáról, illetve tulajdonosáról van szó. Gratulálunk! Ahogy köszönöm. Itt látszott a felvételen, nagy fölénnyel nyert. Ha jól emlékszem, a derbi kísérleti versenyt nem nyerte meg ekkora fölénnyel Tonyó. Nem, a derbi kísérletit azt egy orhosszal nyertük, ezt 3,5 hosszal azt hiszem hivatalosan. Ezt könnyebben nyertem, más taktikával hajtottam. A derbi kísérletben kiengedtem a végén, most hazahajtottam. Azt mondják, hogy egy utólag már persze mindig könnyű megmagyarázni, de azt mondják, hogy kicsit próbáltad altatni is őket, mikor ezen a kísérleti derbi versenyen? Tehát vigyáztál arra, hogy ne nyerd meg nagy fölénnyel, hanem szándékosan? Hát nagy fölényem volt, és nem kértem tőle a maximumot, inkább. De ez tudatos volt? Kicsit. A derbire való? Nem a derbire valóan, de úgy éreztem, hogy már otthon vagyok, és nem kell tőle többet kérnem. Ott nagyon jött a Time to Say Goodbye a végén, most figyeltem rá, hogy azért hazahajtsunk. Egy probléma. Orosházi ló lett a derbi győztes, ugye? Most boldog a Orosházán. Hát az a helyzet, hogy nagyon 95 körül volt orosházi siker Pesten, és most ugye a városra kazdöltve eléggé van büszkeség, ünneplés. De nektek is várni kellett jó pár évet. Így van, nagyon neked sokat. Hát, nagyon sokat, hát 1988-ban a Milán nyerte a négyes nagy díját, és azóta kisebb-nagyobb sikerek voltak, és aztán most elértünk idáig. Most jött mind a kettőtöknek ez az első derbi. Így van. Mennyi? Hány év? 10, 20, 30 év? Én? Hát nekem én már 2003-ban lettem idomár, az 12 éve.
volt már helyezésem, második, negyedik, ötödik, de ez az első derbi győzelem. Ti voltatok a favoritok, ezt gyorsan tegyük hozzá a derbi előtt is. Nyomasztott benneteket? Engem nem, hál' Istennek, tudom, hogy egy kicsit nagyképűnek hangzik, vagy flagmának, de... De és tudtam, a... mit tud a lovam. Háromszor megvertem ugyanezt a társaságot, a két évesek nagyjából nemzeti díjba, a Fergébe, vagy a derbi kísérletibe. Tehát akkor nem nyomasztott? Hát természetesen egészséges druk bennem volt, de nyomasztani nem nyomasztott, sőt. És a nagy öreg, aki már sok mindent megért, te sem izgultál, nem? Nem, hát indult egy másik lovunk is, mind a kettő. Igen, majd erre visszatérünk, hogy miért nem lett három orosházi ló a dobogón. Hát, ugye csak, elnézést, csak kettő lett. Kettő futott a derbe, és akkor hát úgy nem izgultam, mert bíztam én is a Tonyóba, meg a pókmesterbe, és akkor... Mikor megvolt a start? Mikor érezted úgy, hogy meg lesz a derbi győzelem? Befutó kanyarnál kitette, de már az látszott, hogy taktikaira van, hogy nem állunk érre, hanem majd a végig jövünk. Uh-huh. És aztán, amikor már kitette a kanyar előtt kanyarnál, ott húzódott kifele, és akkor komán biztos voltam én is. De már csak a végén. Hát én bíztam akkor benne végig, csak... Amikor már tuti volt, az... Tehát akkor volt számodra tuti már. Igen. Csak ott, aha. Cél után esett le. És a hajtó, az hogy érezte? Mert végül is te érzed, hogy mi van a lóban, mi van a többiekben, ott... Hát ott 1000 méterrel a vég előtt ott lett egy olyan pozícióm, hogy tudtam, hogy jönnek, akkor tudok indulni. Ott nagyon bíztam már a győzelem, de a 600-al célodott már 100%-ig biztos voltam, hogyha nem hibázik, akkor meg lesz. Ilyenkor tényleg azért ott van, bármikor ugye beugorhat galopba. Vagy, hát, vagy nem? Elvileg bármikor beugorhat, de ő még soha az életében nem ugrott. Igen? Ennyire megbízható? Néztem benne, hogy nem most fog kezdi. Ezt nehéz egyébként elérni egy lónál? Egy ügető lónál ne ugorjon be galopba? Hát arra tanítjuk születésük óta. Az egy dolog, de hát fognak. Nagyon sok versenyzőnél látjuk, hogy... Úgy kell balanszírozni, úgy kell készíteni, és... Ha rendben van egy ló, nincs fájdalma, rendesen föl van szerelve, ami kell, akkor nagyon ritkább esetben ugrik akkor. Nyilván a fiatalabb lovak, akik még nem tudják a versenyzésnek ott, hogy a szórástól, lögdösödést, azok hamarabb ugranak. Mm. Tehát akkor ijedelmükben szoktak általában. Inkább, hát a fiatalok én. Mm. Szóval akkor összejött a hőm, várt derbi győzelem. Nagy ünneplés volt? Hát... Verseny után volt itt a stábnak egy kicsi, és aztán most szombaton volt egy orosházi kis ünnepség. Hát egy kis 100 fős élőzenés. Na. Egy dalt költöttek Tonyónak. Tonyónak tényleg mi lett a boxában? Lett valami kis díszítés neki, vagy semmi? Hát majd vagy most lesz, megkapta a koszorút, uh-huh. Aztán természetesen megkapja a... emblémát is minden. Így van. Lesz neki. Mikor fog versenyezni? Hát, ha minden jól megy, augusztus 22-én a Szent István díjban. Muszáj? Hát nem muszáj, de az a verseny. Mm-hmm. Évlova címet szeretnénk. Hát meg most már meg lesz, nem? Hát úgy néz ki, hogy... Neked is meg lesz egy újabb cím, vagy nem? Hát most átvettem az Idomás Championságon a vezetés, de nehéz. Csabának sok jó lova van. Van nekem is, jó lovam, hasznos handicap lovak is, de még ezt a végén. Uh-huh. És Feri, neked van valamilyen? Hát most a következő évjárat a cél, hogy a két éveseknél érjünk oda, ahogy lehet. Hát most ez csak ahogy lehet, hát majd, ahogy sikerül. Megvan már a következő Tonyó látni, vagy? A testvérét már bemutattam, van egy testvér, az már versenyről lekvalifikáltam, csak őt nem akarjuk nagyon futtatni most, majd csak későbbiekben. Egyelőre még annyira nem bízok úgy egyikbe sem, mint tavaly, hogy mutatta magát a Tonyó. Tehát orosházán van, ott is galopposztok, ott is készül tréningben, és akkor onnan jöhetek, és onnan hozzátok föl mindig versenyre? Nem, amikor már ki van lassúzgatva, akkor fönt van, mikor már mutatja, hogy most már mestermunka kell. Följön, betanítom, visszamegy, ott készíti a Feri fia. Meg vannak ott 2-3,
készítik, lassúzgassák, utól fejlődnek a csikók, utána visszajönnek, amikor a gyors munka közepe vége fele járnak, melyik csikó hogy, akkor onnantól már fenn vannak. Van olyan lovunk is, ami lentről fut, a kisasszony, aki nyert a sprintversenyeket, azt a öcsi készíti. Akkor Tonyó így utazgat? Tonyó nem, Tonyó fenn van. Tonyó az Pesten van. Pesten van végén. Ez nagyon jó érzi magát. Kapott egy téli pihenőt, tavaly a két évesek nagy díja után. Akkor otthon volt. Otthon, és utána azóta fent van. És jó is neki itt. Jó, néz ki. Voltál már nála? Persze. Mert ugye elmentél kicsit pihenni te is. Ja, most jöttünk, mi útról jöttünk, de megnéztétek? Megyünk már is vissza. Jól van? Jó. Nem lett semmi baja? Nem viselte meg egyáltalán. Nagyon jó kedvű. A futam után ki lett karámozva és ágaskodott, játszott, cicázott a derbi után. Tudta, hogy mennyiért a derbit? Szerintem igen. Úgy örült, hogy... Hát a himnuszt végigállta, lehetett látni. Büszke volt magára, mi? Jöttem, fotósokat állta, úgy tűrte, hogy kell. Úgy viselkedett, mint ahogy kell. Kár, hogy nem nehéz, hogy már múltkor erről beszéltünk, külföldre kimenni versenyre, pedig jó lenne megmérettetni, vagy... Az csak jövőre esetleg. Az is esetleg, tehát ugye. Jó lenne egyébként? Szeretnéd? Nyerjen meg itt van, amit tud, azt utána majd. Az bőven elég egyébként? Bőven elég lenne? Hát nekünk most egyelőre az a fő cél. Idén itt van, és akkor jövőre talán. Hát még itt jön előre. Ilyenkor elkényelmesedik a szakember, akár a Feri, vagy akár a hajtó, hogy most megvan a derbi, és akkor most egy kicsit lehet lazítani, vagy ilyenkor, mert ugye jönnek a, nem áll el az élet, ugye hát, a Kincsenparkba, ugye ügető az van folyamatosan. Mennyire tudtok ilyenkor égni? Hát mi egy hetet most kiadtam, elmentünk Valósházára egy kis szabadságra, de közben az öcsém hajtott versenyben egyet nyert, egyszer második lett. Jó, szóval de mondjuk, de te hát mennyire újra, laktál jól most ezzel a derbi sikerrel? Le semmiképp se ülök, inkább földob és nézzünk előre, és már keresünk a következő versenyeket. Van már olyan távoli célod, amit megint kitűzhetsz magad elé? Mert ugye eddig ez volt a derbi győzelem, mert ez nem volt még meg, és van-e olyan? Hát könnyebb volt megnyerni, és hát most meg szeretném védeni jövőre. Most egyelőre az, de... A derbi címet? Persze. Melyik lóval? Nem tudjuk, az még nyílt. Hát vannak két éveseink, akik több-kevesebb sikerre jó mozognak, hát most amelyik majd jobban adja magát és jobban jön előre. Nehezebb lesz a jövő évi, szerintem. Hát mert ugye előbb, mint azt mondtad volna, azért most köztük nincs egy Tonyó sem. Nem tehát. Látom még, hogy melyik lenne az. Még korai. Még korai egyébként? A testvére az valószínűleg az jó ló lesz, de... De hogy mennyire, azt még nem lehet tudni. Egyébként milyen volt a ügető derbinek a feelingje? Ugye az egész úgy jó volt? Nagyon jó. Nagyon jól megcsinálták az egész rendezést. Nagyon sok ember volt kint, jó forgalmunk is volt. Jó versenyek voltak, semmi olyan nem történt, ami szégyenkeznünk kellene. Azért beszóltak volna nektek, hogyha nem a favorit nyeri a derbit? Hát mindig vannak a nézők köz, persze olyanok, akik a tiket alapján nézik, ugye? A futamot. Ha ezeket nyersz, az a baj, ha nem nyersz, az a baj. Ezeket mondani. Hogy szoktátok lekezelni? Nem halljuk meg. Meghalljuk, de elengedjük. Őket csak az a fogadott pénz vezérli, nem aló. Fazekassal jó a kapcsolatod? Én jó, el vagyok vele. Gratulált? Persze, cél után. Kinek van most a legtöbb győzelme? Lakatos Csabának. Lakatos Csabának. Mennyi? Számon tartjátok ezt? Hát valahol 30 körül, nem tudom pontosan. Sajátodat számolod? Hát szintén nem. Nem tudom. Hát írja a túls mindig, azért nem kell számolni, de azt hiszem ez volt a 12. idén. Már mert valaki számolja, akkor minek? Megnézitek a túrba, hát a és túrba akkor... lejön minden napért. Tényleg egy ilyen tenyésztőnek milyen céljai vannak? Hogy működik? Tehát jó, most jöttek a lovak, jó szerepelt a Tonyó, mi a következő cél, feladat? Milyen kitűzés lehet ugye az ember maga eléten, tud maga hát eléteni? A derbi után maradt a munka, és utána is a munka, mert a lovakat ugyanúgy kell
etetni és tenyészgetni. A kancaállomány megvan, ménekben meg jó mén, még jobb, vagy jó csikó, még jobb csikó. És akkor az se garancia, mert semmi nem garancia. Uh-huh. Hogy kombinálódik, hogy jön össze, hogy örökítenek, és akkor az rengeteget múlik, hogy mit örökít. Ha már itt tartasz, gondolkodtok majd a tonyón későbbiekben, hogy kivel, melyik kancával, hogy merre, hány méter, vagy az távoli? Vagy lehet, hogy el is adjátok? Hát Tonyó az még sokáig, ő neki versenylónak kell lenni egy darabig, és hogyha lesz elég sikere és még több, akkor biztos, hogy kapni fog valamit. Hány év kancát van a Tonyóban még? Hát remélem egy 4-5 év még simán lehet. Vagy ha tovább fejlődik és úgymond klasszis lesz, akkor egy 4-5 év, jó éve még lehet neki. Nem jelentkeztek a ügető derbi után, hogy megvennék a Tonyót? Nem. Tudják, hogy nem eladó. Külföldről egyébként nem szoktak? Külföldiek mennyire figyelik a magyar eseményeket? Hát ezeket a nagy versenyeket azért figyelik, de nagyon nem vásárolnak tőlünk. Mm. Miért nem? Mi a baj a mi lovainkkal? Túl kevés van. Kevés. Születik. Hát nálunk születik egy 90-100 csikó évente, Franciában, akárhol 10 000 csikó születik, és akkor abból lehet jobban mazsolázni, mert a múltkor is elmeséltük itt, hogy nagyobb sík venni külföldön, mert akár honnan hoztam, nem Orosházáról hoztam egy csikót, vagy egy... Na most egy ilyen derbi győzelem azért változtathat majd később a megítéltetésen, hogy Orosházi vagy nem Orosházi, tehát... Hát biztos, hogy javítás lesz ezzel is kapcsolatban, mert szerintem ugye a csikók, hogyha jönnek előre, és nem a Tonyó egyedüli lesz, hanem lesz még következő siker, és akkor... Ez az első, harmadik hely, amilyenk volt Orosházi tenyésztésben és a Feri a derbében. Jól esett? Jó. Boldog volt, hogy hallottam. Orosházán is megsüvegeltek, gondolom. Hát jó volt. A városi szinten is meséltem, hogy ugye mindjárt volt egy kis riport, ez az amaz, megjelentették újságba, hogy orosházi siker van. Hát igazából mindenki örült ennek, ez nem csak tisztán, hogy jaj, mert én örülök. Azok, akik lóbarátok, sportbarátok, vagy a vezetés, azért csak örült ennek a sikernek. Egy kicsit beszélj meg magadról. Hogy kerültél egyáltalán ló közelében annó? Hát ez ilyen családi lovas dinasztia van. A család minden tagja visszafele, akármilyen szinten, ha most nem ügető lovat, lószeretettel voltak megáldva. És apám 84 éves, és egy év óta nincs lova, addig mindig volt lova. Jó, te gyerek voltál, hajtottál, galopposztál? Nem, hajtogattunk, és aztán egyszer sorskézzel vettem egy ügető lovat. Igazából nem is tudtam teljesen, hogy ez egy ügető ló, és akkor kiderült, hogy egy ügető, és azt elkezdtük ottan hajtogatni, versenyezgetni, és ugye jött az, hogy tud menni, és onnan elindult a... Hány éves voltál akkor? 20. Körülbelül 20-20. És utána jött a Milánnak az anyja, azt ott megvettem 83 körül. Hát a több lesz képes, mintha most veszek meg, azért másként látszik az, hogy nálam született egy jó csikó, vagy elment, azt veszek egyet, és akkor vagy fabajd. Más a feelingje. Más. Uh-huh. Más az ember az érzése, hogy ez az én munkám. Jó esik, akkor most ez a te munkád volt. Így van. És hány lovad van? Hát van, 30. Sok, kevés? Jó, hát most próbálunk úgy lenni, hogy jó legyen. Hát nem tudjuk, hogy háromból is lehetne jó, de nem garancia ez a... De ezek mind ügető lovak, ugye? Csak ügető lovak. Csak azzal foglalkozok. Galoppal miért nem? Telivérekkel mi volt a gond? Nem, idegesek. Idegesek? Ezek nem? Ezek aranyosak ezek. Igen? Persze. Kim volt, a kislányokat vittük ki a legelőre, jöttek a csikók, nyalogatták, puszigatták, csípkedték őket. Semmi olyan nincs velük.
régen volt egy olyan hullám, hogy ismert és nem ismert sportolók, személyiségek is elkezdtek ugye hajtani a Kincsen Parkban. Ugye Fábri Sanyi is ugye beült a Szulkiba, és nem az, hogy egyszer vagy kétszer, hanem rendszeresen volt időszak. Ugye Nyilasi Bálint ugye ott is ragadt. Most milyen helyzet? Jönnek még új arcok? Ugye Kőbáritát is mondhatnám. Most jönnek új arcok, vagy most stagnál a versenyzői létszám? Mit lehet? Hát jönnek, van mindig ez a színés sportoló verseny. Az jó, de az egy egyszeri történet. Én most olyan, aki ott marad, és itt minden másik héten kap egy... Hát ott-ott maradnak belőle. Vannak mindig. Mm-hmm. Színművészek. Most mennyien figyeltek föl megint rá, hogy ebből a civil szférából, hogy ügető derbinek köszönhetően? Hát nagyon sokan kint voltak, úgymond celebek, hírességek is a Gasztmondjon derbinapokon is. De volt már megkeresés, hogy... Én nem voltam itt, amíg most jöttünk haza azóta, szóval... Hát biztos, hogy ez a hétvége nagyon sok embert vonzott ki, nagyon sok néző volt, sok fogadás történt, mert a belépőben volt egy kis fogadási díj is, és hát minél több ember lássa és jó szájízzel távozik, az sokkal hamarabb visszajön, és hamarabb lesz bele tulajdonos, vagy futtató, vagy valaki, hogyha megszereti. Hát de így lehet megszeretetni, ha sokan vannak, hát most nagyon sokan voltak. Nagyon jó volt kint a hangulat. Szerintem lesznek, jönnek vissza benne. Egyébként a derbire úgy készültél, utána utolsó fázisra gondolok, mint a többi más verseny, ugye abban a sorrendben kezdted el mindent, vagy volt valami most különleges? Hát nem, volt pénteken, volt a pénteki verseny, ott megnyertem igen a szupersprint futamot, jó hangulatunk volt, szombaton verseny, első futamban harmadik lettem, utána megjött a derbin. Fogadni szoktatok? Vagy nektek nem lehet? Tényleg, ez etikett mit mond? Nekünk nem lehet. Nem szoktam. Tehát, én nem fogadok. Amúgy sem? Én vagy? Nem szoktam. Én nem. Nem? Nem. És úgy fejben, úgy megszoktad úgy tippelni, ki hol végez, aztán... Hát próbálunk a mieinknek drukkolni, és legjobb helyen végezni. Volt a derbi előtti futamban, egyik lovam második lett, én harmadik lettem, és 800-szoros pénzt fizetett. Uh-huh. Szóval, hogyha valaki fogad, akkor tudod belőle. De ti nem fogadtok. Profitálni. Mi nem fogadhatunk. Rendes emberek vagy. De én nem... Én nem fogadhatok, én azt mondtam. Igen, igen. Mikor fogsz legközelebb versenyezni? Most hétvégén már, vagy még ezt még kihagyod? Szerintem szombaton. Még annyira nem néztem át, de valószínűleg szombaton. Feri, jössz fel minden szombaton? Hát nem minden szombaton, amikor otthonról hozunk fel valamit, akkor jövünk, és úgy jövünk, mikor verseny van. Uh-huh. Vagy, és mikor nem... jössz legközelebb fel? Hát most vagy szombaton, de szombaton lehet, hogy jönni kell, mert haza kell vigyek egy pacit. Uh-huh. És utána majd, amikor de még otthon... nincs eldönt, vagy szombaton melyik lovat fog futni? Hát otthonról most nem fut. Nem. Majd két hét múlva Patricia lesz, fut majd, de az itt áll fent. Uh-huh. Két hét múlva van nyeretlen, és akkor otthon van nyeretlen. És akkor van olyan hétvége, hogy megy az ügető, és te otthon vagy Orosházban. Hát attól megy a munka. Betétásokat nem szoktad nézni, figyelni? Minek? Nem, hát most az állított, hogy úgyis egy jobb ló nyer, vagy a jobb hajtó. Sok múlik a hajtón? Hát, szerintem igen. Sok. Sok múlik azon, hogy ismered ki a vetélytársadat, hogy ő mit tud az ellenfeled, hogy mi az erőssége, mi a gyengéje. Ugye azt írta a szaksajtó, hogy fölényesen kézből nyertél. Ez mit jelent pontosan? Hát, hogy nem kellett ostorozni, nem húztam le a füldugót neki, benne hagytam, és kézből nyertem. Annyit kértem tőle, hogy biztos siker meglegyen. Akkor még több volt ebbe a lóba? Valószínűleg igen. Ha valaki tudott volna velem jönni, még rászólok, akkor biztos, hogy tudtunk volna gyorsítani még. Jó sportágat választottál? Nem bántad meg, mi? Én nem bántam meg egyáltalán. Szerintem jót. Soha? Soha.
Télen sem? Na. Mert az a baj, hogy olyan őrültek vagytok, ti mentek télen, nyáron, hát, hóba, sárba, fagyba, tehát... Amikor ugye a honos eső ráfagy a kezemre, akkor azért... Ugye? Nem meg, akkor se bántam meg, de akkor azért jobb lenne bent ülni a meleg szobába, vagy egy irodába, de ez vele jár. És akkor még csak most kezdődik a pályafutásod? Tudom, már több mint 10 éve már ott vagy, de most hogy éled meg? Csúcson vagy, vagy még csak épp most kezdődik? Hát most mi vagyunk a csúcson. Jó, de hát mindentől kezdve akkor... Ezt kéne tartani. És építeni újabb és újabb. Nagy győzelmekkel, ugye? Így van. Még lesz még egy nagy verseny, azt is akkor mennyire tonyul akkor ebből az évből? Hát reméljük. Hát ő még négyszer fog futni, vagy háromszor idén. Reméljük, hogy a legjobbakat. Mindegyiket megnyeri? Hát ezt nem lehet kimondani. Nem hiszem, nem. Lesz a Hungária díjat, jönnek külföldi lovak, nem fog versenyezni. Na. Uh-huh. Ha olyan hú, de nagyon jó lovak jönnek, akkor nem is biztos, hogy kihozzuk a tonyót. Miért nem? Hát mert két héttel előtte van egy kétfutásos verseny, uh-huh, a Szent István díj, amivel fut, ott kétszer kell futnia. Uh-huh. És rá két hétre van a Hungária díj, és lehet, hogy inkább egy hosszú felkészítés kap majd a Ménesek díjára. Az lesz egy 3200 méteres verseny neki, és nagy besokaljon. Meglátjuk, valószínű, hogy fog futni a Hungáriába, az nagyon valószínűsége, de... De majd egyeztetünk, amit látjuk. Sajnos időnk lejárt. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. És akkor kíváncsian figyelni fogjuk, hogy Tonyó hogy fog akkor szerepelni a derbi győzelem után. Köszönjük. Köszönjük szépen. További sok szép sikert. További sportosat.